Mondjad már most a szomszédodnak, hogy érdemes kitartani. Érdemes kitartani. Lehetnek nehéz napok, de akkor is érdemes kitartani. A vihar nem azért van, hogy tönkretegyen, hanem azért, hogy egy nap tudod, hol kössünk ki? Az Úrnak dicsőségébe, a Sionon. Valamiért Isten belenged néha. Tudod miért? Hogy erősebb legyél. És a viharban mit csinál az Úr? Elkezd beszélni. A vihar kellős közepén, tudjátok, nagyon zaj van, amikor nagy hullámok vannak. És akkor mit csinál Jézus? Prédikál. Viharban van az életed? Akkor Isten akar szólni hozzád. Akkor Istennek van szava hozzád. Olyan, amit nem tudott a parton elmondani.